A megyében egyedülálló módon a Haruken János Közoktatási Intézmény egy több mint 100 hektáros tanvadgazdálkodási területet kapott a Dél-Alföldi Erdészeti Részvénytársaságtól. Ez egy nagyon jó körülhatárolt, kompakt terület, 600 hektár körüli alapmértékkel, kiváló őz és egyéb apró vadállomány van rajta, néha előfordul a dám és vaddisznó is. A vadgazdálkodás technikus képzést Eleken oktatják iskolarendszerben és azon kívül is. Így mintegy 100 embert érint az új terület. Az iskola tanulói a vadászati gyakorlatokat eddig Gyulaváriban a Fehérkörös Vadásztársaságnál töltötték, de az intézmény szeretett volna egy olyan területet, melyet csak ők hasznosítanak. Így a végkifejlet egy közös megállapodási szerződés lett a Dalert ZRT-vel. Az érintett terület továbbra is magánszemélyeké marad, de azt ezentúl az iskola használhatja, melyen a tanulók a vadvédelmi feladatokat látják el. Élőhelyfejlesztést is tudunk végrehajtani rajta. Ez azt jelenti, hogy vadkihelyezés, fácán és fogoly kihelyezése, nevelése, az élőhely fenntartása, etetés, itatás, állategészségügyi részek ellátása, feladatok ellátása, illetve hát a vadászat, ami szintén a tananyag része. Gyulán Városerdőn kerül sor az okirat aláírására, melyet elsőként a Dalert ZRT vezérigazgatója Vas Sándor írt alá. Majd az intézmény igazgatója Zámbó András látta el kézjegyével.